Nagyon hülyén nézek ki? Nem nézel ki hülyén. Sziasztok! Én Matilda vagyok. Én pedig Emma. És a mai videó egy sütős vlogszerűség lesz. Valami olyasmi. Fogjuk rá. Szóval a lényeg az, hogy megkérdeztelek titeket, hogy milyen karácsonyi témájú videókat látnátok a csatornán, mivel ugye lassan advent, vagy hát mire ez a videó kimegy, kb. Advent van. Egy nappal előtte, ha megvágom időben. És egyikötök ajánlotta, hogy legyen Emmával közös videó. És én akkor azt találtam ki, hogy akkor lesz advent Emmával. Ez azt jelenti, hogy terveink szerint lesz 4 darab videó 4 héten keresztül, amiben ilyen karácsonyi dolgokat csinálunk, és ebből az első az, hogy sütit sütünk, vagy puszedli, vagy nem tudom egyébként ennek mi a neve. Ginger doodle! Ez egy ilyen gyömbéres süti, ami alapjáraton egy ilyen kicsit ilyen csúvi közepű keksz lenne, de mivel én módosítottam a receptet elég sokféleképpen, ezért egy ilyen kekszszerű, de picit puszedlés, picit csúi, picit nem, de jó, karácsonyi ízű. Finom, finom. Én csak azt tudom, mert én már ettem belőle. Igen, és akkor ezt fogjuk így levlogolni nagyjából. Reméljük, sikerül elkészíteni. És hát elmondjuk nagyjából a receptet majd a videóban, de majd, hogyha kimegy az Impulzív magazin honlapjára, ahova Emma ezt megírta, igen, akkor majd azt belinkelem a leírásba, és onnan szerintem egyszerűbb lesz nézni a receptet, mint ahogy mi álmodjuk. Ott lesz részletesen leírva, hogy hogy kell elkészíteni kb. Igen, mert kicsit egy héten belül vagy kettő. Kicsit rögtönöznünk kell, mert nincs itthon a konyha mérleg. Anyáikat majd megszóljuk ezért. Szeretjük a kihívásokat. Na igen, úgyhogy akkor menjünk sütni. Első és legfontosabb lépés, egy csésze kávé. Mehetünk. Oké, okay, szóval mi már összekevertük itt a száraz hozzávalóinkat. Ebben van 2 csésze liszt. Ajánlom mindenkinek, hogy szerezzen be ilyen mérőket, mert nagyon praktikus, főleg mikor nincs itthon a mérleg. Egyébként a 2 csésze, bocsánat, 2 csésze és 2 evőkanál, ami kb. 290 g. Kb. Kell bele 2 teáskanál szóda bikarbóna, ehhez is ajánlom beszerezni az ilyen kis mérőkanalat, mert nagyon praktikus. Van benne 2 teáskanál fahéj, van benne 1/2 teáskanál só, 1 teáskanál gyömbér, és 1/4 teáskanál, tehát kb. Ennyi szegfűszeg, őrölt szegfűszeg, sexy. Jó a körmöd. Köszcsi. És még van benne, hát egy olyan 1/8 teáskanálnyi szerecsendió, egy jó nagy csipet. Nagyjából. És azt így összekevertük. És félretesszük. Oké, okay, szóval következő lépés. Kézi mixerrel. Össze mixeljük fluffyra a vajat és a cukrot. A vaj az olyan 180 g, 3/4 csésze. És a cukor az pedig 90 g körüli mennyiségű barna cukor. Ja, ami kb. Fél csésze. És most ezt fogjuk fluffyra verni. Ami még fontos, hogy leállítom. Tehát ami fontos, hogy a vaj az puha legyen, tehát hogy szobahőmérséklet. Oké, okay, akkor ez kész. Fluffy. Fluffy. Úgyhogy most hozzá kell adnunk 2 teáskanál vanília aromát. Reméljük van annyi benne. Nope. Semmi gond. Úgyse szeretjük annyira a vaníliát. Érdemes mielőtt sütjük átnézni, hogy megvan-e minden, ami kell. De egyébként no worries, adunk hozzá egy kis vaníliás cukrot, mivel én egyébként is kevesebb cukrot használtam,
mondjuk egy teáskanál vaníliás cukor még, és akkor... Mindenki boldog. Ilyen velem sütni. Oké, a következő, ami kell nekünk, az egy negyed csésze cukorszirup, golden szirup, vagy melasz. Ez még a tavalyi mézes kalács sütésből megmaradt. Tényleg azt is kéne majd sütni. Igen. Meglátjuk, hogy elég lesz-e, vagy fel kell lebontanunk az aranytartalékot. Jó, kell a spatula. És ezen kívül még szükségünk lesz egy tojásra is ehhez a mixhez, és most ezt fogjuk tovább összekeverni, amint sikerül kioperálni a szirupot. Miután mindezt összekevertük, szép lassan hozzáadjuk a száraz hozzávalókat. Először így mondjuk egy... Hoppá! Látszódom az adényben. Ehhez egyébként nagyon jó, akinek van ilyen álló mixere, mert ebbe bele fog halni a mi 20 éves mixerünk. Úgyhogy szerintem Tilda most kapcsolt ki a videót, mert most jön a szenvedés. Szóval a tésztán kész. Ennél egy kicsit tömörebbnek kéne lennie, valószínűleg az a problémánk, hogy ugye mivel nincs mérlegünk, ezért kicsit kevesebb lett a vaj, de ettől szép a sütés-főzés. Szuper! Ez egy kis kiborult vaníliás cukor. Igen, ráadásul nincs cukor a tartóban, úgyhogy itt majd vágsz. Tehát kell nekünk egy olyan negyed csészényi kristálycukor ehhez. Ennek a felét fogjuk használni, kb. És ezt összekeverjük még. Jó sok cukor van benne. Ja. És ez már a csökkentett verzió, mert ugye én lecsökkentettem bőven. Ehhez kell majd még egy teáskanálnyi fahéj. Most a fél teáskanált használom, úgyhogy... Így. Ezt összekeverjük, mert hogy ebbe fogjuk meghempergetni a kis... golyócskáinkat. Jó. Na és akkor a tésztából most ilyen kis golyókat kell gyúrnunk, kb. Akkorát, mint egy ilyen kis bombon. Ezt rárakni sütőpapíros tepsire és 180 fokon olyan 10 percig sütni. Viszlát a túloldalon! Nem kép. Jó. Amúgy jó lett. Kicsit más jellegű. Most miért leszünk? Ezt el kell köszönni a videóból. Meg az összegzős a végeredménye. Nos! Elkészült a süti. Ennél több van csak, még a második adag az hűl. Vannak hiányosságai, használjatok mérleget. Ezt mindenképp ajánljuk, és megint oda föntre beszéltem, nem ide lentre. Engedd el. Elengedtem. De amúgy egész korrekt. Szerintem jól lett. Ja. Szóval még egyszer a receptet majd le fogom linkelni a leírásba, hogyha kikerül. Uh-huh. Rendesen, és nem ez a kaotikus módszer, amit mi alkalmaztunk. Úgyhogy simán valamit ki is hagytunk a magyarázatokból. Lehet, előfordulhat. Simán.
Amúgy ki is írhatom a képernyőre, de mindegy. Jó. Mindegy, jó lett, úgyhogy ez volt az első adventi közös videó, és jövő héten jelentkezünk a következővel. Jó készülődést, hangolódást! Sziasztok!